Sziasztok, képzeljétek, elképesztő dolog történt. Nemrég kaptam az üzenetet, hogy Esterházy Fényes Miklós gróf úr személyesen hajlandó körbevezetni minket életének egyik építészeti főművébe, a Fertőri Esterházy kastélyban. Úgyhogy amint lehet, én most autóba pattanok, amilyen gyorsan tudok, oda megyek, hogy a gróf úr ne sokat váljon ránk. Egyáltalán az is iszonyatosan megtisztelő, hogy gondolt ránk, és egy ilyen tárlatvezetést nekünk hajlandó megcsinálni. Szóval nézzük meg, mi lesz. Gyertek! És meg is érkeztünk a kastély. Meg is találtam a gróf urat. Üdvözlök, gróf úr! Üdvözlöm, Erdély! Önök, mint a valóban autentikus személy, ennek a gyönyörű kastélynak és a kertjének az építője. Be tudnál röviden mutatni nekünk ezt a csodás épületkomplexumot? Tisztelt Erdély úr! Javaslom, hogy túránkat a hercegi testőrség lakhelye, a két granátos ház mellett kezdjük. Ezek mellett elhaladván feltárul az európai kovácsoltvas művészet egyik remeke, a kastélyom kapuja, és a két félköríves szárny ölelésében a szökőkút vízfüggönye mögött megpillanthatjuk az impozáns főépületet. A főépület előtt kétkarú, aranyozott lámpákat tartó puttókkal díszített lépcsőház emelkedik, és vissza az első emeleti termekhez. Itt álljunk meg egy kicsit. Szükséges emlékeztetnem a ma mondásomra, amit a császár megtehet, azt én is megtehetem? E mondat jegyében építettem fel az ország legnagyobb és legfényűzőbb barokk-rokokó kastélyát, a Fertőtó nadrengeteggel szegélyezett lápos, vadban gazdag vidékén. Eszterházán nem csak magasrangú család tagjaimat látom vendégül, hanem Mária Terézia császárnő királynő is vendégeskedett szerény hajlékomban. A jó opera záloga, az épület, a társulat, és a kitűnő darabok mellett mindenek előtt az opera élén álló karmester, Joseph Haydn, aki csatlakozik is hozzánk egy rövid időre. A szárnyait bontogató fiatal muzsikus 29 évesen állt szolgálatomba, és lassan a világi zene minden típusa ellenőrzése alá került. Az operaház megépítése után a zenei élet súlypontját Kismartonból teljesen Eszterházára helyeztem át. Ha a kastélyt végigjáró látogató tehát jó operát akar látni, betérhet az operaházba, ahol hetente többször tartunk előadást, amelyet akaratomból bárki szabadon, ingyen élvezhet. Az általánosan vett művelődés történet országosan jelentőségű központjaként is meg kell emlékeznem kastélyomról. Mint a magyar királyi nemesi testőrség parancsnoka, Mária Terézia rendelete alapján 120 fős, 5 évfolyamon, évfolyamonként 24 fős kiképző intézményt működtetek itt. A vármegyéből delegált nemes ifjak a katonai ismereteken kívül olasz, francia, német és latin nyelven tanulnak. Az európai műveltség és kultúratörténet magas szintű megértésére és élvezetére is megtanította az ifjakat a nívós oktatógárda. A zenét Joseph Haydn, az építészetet Hefele Menyhért, az irodalmat Bessenyei György irányításával ismerik meg. Az oktató munkát is segítik a kastély gazdag gyűjteményei, a könyvtára, képtára és metszetei. A 25 évesen vármegyéjébe hazatérő ifjak magukkal viszik a birtokukra az európai kultúra ismeretét, így ma már észrevétlenül beépült Eszterháza hatása a magyar kultúrtörténetbe. Az épület együttesem középpontja a kastélyépület. Ebből a fókuszból legyezőszerűen végtelenbe vesző sugárutak indulnak ki. A kastély mögött, a kerti homlokzattal szemben, az itt átvezető út másik oldalán helyezkedik el az operaház. A hercegi zenészek, énekesek lakóháza, a muzsikaház. Ebben az épületben lakik 1769-től a zenei klasszicizmus mestere, családunk zenekarának vezetője, a muzsikusok és a társulat gazdasági ügyeinek intézője, a műsorok összeállítója, betanítója és rendezője, Joseph Haydn. Ennek az épületnek az emeletén lakik, rendelkezésre bocsátott háromszobás lakásban. Számos műve készült a házban, többek között a Búcsú szimfónia, melynek anekdotája közismert.
Az előbbiekben említett épületek nagy része sajnos a történelem viharában meg fog semmisülni, ezért nem tudom bemutatni önnek jelenleg. A kastély körül a csertudás kapcsolódó részein barokk szokásként francia parkot alakítottunk ki. A francia típusú kertekre jellemző zöld növények díszítik a centrumból sugár irányban szétágazó utakat, a végpontjukban kápolna vagy egy-egy kegyszobor áll. A 19. században a mérteni formákból építkező parkot a természethez jobban igazodó angol parkkal formáltam. Az évtizedek során elvadult parkot az 1800-as évek végén egy kedves utódom felesége, Eszterházy Miklósné, gróf Csiráky Margit hozatta rendbe. A hercegasszonynak hívott grófnőnek köszönhető a mai kép. A művész ilyen kialakított földhalmon létesített fenyő és egzóta park veszi körül a parképítő, s kései leszármazottan felesége Csiráky Margit és leszármazottan Eszterházy Miklós Pál kettős sírját. Utódom Eszterházy 6. Miklós herceg és felesége, Csiráky Margit grófnő az 1902-ben elindított parkhelyreállítás során alakította ki a rózsakertet. A kertek egy részének terveit az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legismertebb kertésze, Anton Umlauf készítette. A rózsakert 1908-ra készült el. A hercegnégi rózsakert a II. Világháború és az azt követő sorsfordító idők alatt szinte teljesen tönkrement. Kipusztultak a rózsák, összedőltek a támrendszerek, elvadult minden. Egyedül a pavilon maradt meg hírmondóként. Ezekkel a képekkel búcsúzom öntől, megtisztelt, hogy ezen a túrán én vezethettem önt. Remélem, hogy mihamarabb újból személyesen üdvözölhetem önt és a nézőit. Nagyon szépen köszönöm önnek, gróf úr, ezt a kiemelkedően részletes túrát, és köszönöm, hogy ilyen sok időt áldozott rám és nézőinkre, akiket ezúttal is megkérek, hogyha hasonló tartalmakat hasonló prominens előadók társaságában szeretnének hallani, látni, akkor iratkozzanak fel a csatornámra, lájkolják a videót, küldjék el minél több ismerősüknek, osszák meg messengeren, füstjelekkel, kézjelekkel, bármilyen egyéb módon.